Ruhát és élelmiszert osztanak a Mártai Szeretett Szolgálat szexádi csoportjának tagjai. Ők ugyanígy tesznek minden hónapban. Erre azért van lehetőségük, mert a helyiek rendszeresen segítik jótékonysági szervezetük munkáját. Ezúttal pedig a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara is csatlakozott a felajánlók közé. A térre készülünk tulajdonképpen fel. Ennek azért is nagy jelentősége van, mert ahogy az országos szinten is most a fűtéssel gondok vannak, itt nálunk is lesz egy ilyen probléma, hogy nem lesz fűtés az épületünkbe, és hát gondoljuk, hogy nagyon sok családot is fog ez a gond érinteni. Ezért most összekészítettünk nagyon sok téli ruhaneműt, lábbelit, hogy az emberek hozzájuthassanak, hogy ne fázzanak, illetve átpróbálunk az élelmiszerekkel is segítséget nyújtani. Az élelmiszerek adományozásához csatlakozott nemrégen a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara is. Nekik köszönhetően a Mártaiak idén a Magyarok Kenyere program során Tolna megyében összegyűlt liszttel is segítik az ügyfeleiket. Ez most nekünk nagyon jól jött. Egyrészt az, hogy a lakosságtól kaptunk pénzadományt, amiből tudtunk vásárolni krumplit és hagymát, és hát a NAK-nak a nagy lelkű segítsége, amin keresztül ide Szekszárdra 2000 kiló liszt érkezett, és ezt a lisztet fogjuk most megkezdeni osztani a lakosság felé. Hát ez több hónapnak a folyamata lesz, tehát azért ez nem most osszuk ki az összeset, hanem most a 200 főből álló támogatotti körünknek osztunk. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara több 10 éve koordinálja a Magyarok Kenyere programot. Országos szinten mindig meghaladjuk az előző évit. Ugye az idei év nagyon aszályos év volt, ennek ellenére hasonló mennyiséget gyűjtöttünk össze, mint az előző időszakokban. 10 tonna körüli búza mennyiség gyűlt össze a megyében, és ebből 7,5 tonna lisztet tudtunk leőröltetni. Ami egy ünnepélyes adományozó ünnepségen került átadásra a Máltai Szeretett Szolgálatnak, és hát nagy örömünkre szolgál, hogy most a mai napon részt vehetünk a konkrét adományozásban is, amikor a rászoruló családok megkapják a Tolna megyei gazdálkodók által összegyűjtött búzából leőrölt lisztet. A Máltai Szeretett Szolgálat szexuális csoportja az ország legaktívabbjai közé tartozik. Országosan az egyik legaktívabb csoport a szekszárdi, a Dél-Dunántúli régió tekintetében mindenképpen a legaktívabb, első három csoport, inkább így fogalmaznék, hogy senkinek ne sértődjön, a legaktívabb csoportok egyike. És nagyon jól szervezettek, tehát nagyon frappánsan gyorsan tudják kiosztani a kapott adományokat. Az elmúlt években is jó helyre sikerült ezeket a liszteket kiosztani, és ez most is így fog történni. Úgyhogy nagy feladatot ró ez az önkéntes csoportjainkra, illetve az intézményeinkre, de mindenki itt van, mint ahogy látszik a háttérben is, a kolléganők aktívan dolgoznak azon, hogy jó helyre kerüljön a kapott adomány. Az elmúlt évek nehézségei új típusú feladatok elé állították a máltai önkénteseket is. Most ez az év, ez jelentős plusz feladatokat rót, ugye az ukrán háború, ahogy elindult, rögtön lent voltunk a határon, ott egy segélypontot létesítettünk, az ország minden portjából voltak önkéntesek lenne ezeken a segélypontokon. Napi 1500 és 1800 fő között jött az első hónapokban, ez nagyon nagy megterhetést jelentett, és ebbe nem csak a munkatársak vették ki a feladatban a részüket, hanem jelentős mértékben az önkéntes csoportok is részt vettek ebbe a munkába, de ez nem állt meg ez a munka, tehát a határon most már nem jönnek olyan mértékbe, viszont a mélységbe, az ország mélységébe, itt Szekszárdon is és a régió egyéb más településein is vannak ukrán menekültek, akiket folyamatosan támogatunk élelmiszeradománnyal, az iskoláztatásba segítünk nekik, lakhatásba, munkába való jutáshoz segítjük őket, úgyhogy most inkább erre a feladatra áll, tehát a szeretett szolgálat, nem a határ aktív. Határon is nem vagyunk, de nem olyan volumenben, mint a kezdetekben. A mostani adományozás idén nem az utolsó volt. Ebben az évben két hasonló akciót terveznek még.